Gruber László a Bonyhádi Petőfi Gimnázium földrajztanára. A világ számos pontján megfordult már, volt ahol többször is. Úti élményeit rendszeresen tárja az érdeklődő közönség elé. Ezúttal üzbegisztáni útjának érdekességeiről mesélt a hallgatóságnak. Ez egy 2019-es út volt, valójában vámbéri ármény nyomdokain indultunk el, és az utunkra hál' Istennek támogatást is kaptunk Magyarország kormányától, illetve a Betlen alapkezelő ZRT-től, és négyen indultunk útnak, hogy felfedezzük egyrészt a Selyem út legfontosabb állomásait, ugye például Buhara, Híva, Taskent, Szamarkand vonalon utaztunk, jelentős régi közép-ázsiai hatalmas központokkal, jelentős kereskedelmi és kulturális központokkal. Ezen kívül a természeti tájakkal is ismerkedtünk, ugye az Aral-tavat is meglátogattuk, ahol hát nem nagyon ajánlják, hogy az ember egy napnál többet eltöltsön. Nekünk sikerült hármat eltölteni ott, ugyanis nem veszélytelen hely. Itt most nem a bűnözésre kell gondolni, hanem inkább a káros és mérgező anyagokra, hiszen azért az Aral-tó híre, illetve a sorsa bejárja az egész világot. 1960-tól alapvetően töredékére zsugorodott össze, a vízkészletének elvesztette több mint 90%-át, területének is több mint 80%-át napjainkra, és hát megpróbálom megvilágítani azt, hogy például itt az ember mennyire hibás ebben, ugyanis lehet beszélni itt globális felmelegedésről, de az töredékét jelenti annak, hogy miért szárad ki az Aral-tó. Nekem ez a második közép-ázsiai állam, amit meglátogattam, Kirgizisztánban voltam először, ott is roppant barátságosak voltak, különösképpen a vidéki emberek, itt pedig ugyanúgy. Tehát ránk természetesen turistaként néznek, de megtesznek mindent, hogy úgymond jó legyen nekünk, tehát számukra ez presztízs kérdés, hogy milyen hírt viszünk tovább. Egyébként általában ezt mondhatom az ázsiai országokról, életem egyik legnagyobb élménye Irán volt, amikor ott a perzsa vendégszeretetben volt részünk. Azért azt is hozzá kell tennem, hogy ezekben az országokban hát még diktatúrák, féldiktatúrák uralkodnak. Tehát az, hogy volt két sofőrünk két terepjáróval, az nem jelenti azt, hogy ők csak sofőrként működtek közre, hiszen ott volt náluk a műholdas telefon. Lehet, hogy rendes váltóruhájuk nem volt, de a műholdas telefon ott volt, ahonnan rendszeresen adták a jelentést. Vámbéri Árminról sokan hallottak, de kevesen tudunk róla. A Dunaszerdahely környékéről származó utazó rendkívüli nyelvérzékkel bírt. És ez a vámbéri Ármin először Törökországba ment, ugye 19. század közepén járunk, ahol a pasa házi tanítója volt, török kávéházakban énekelt, és ebből próbált megélni, majd 1862-63-ban zajlott a híres közép-ázsiai útja, ami egyedülálló volt, ugyanis első európaiként tudott bemerészkedni ebbe a rendszerbe, hiszen itt tényleg az volt a rendszer, például Híva városában, hogy hát kicsit félreérthetően előbb ölték meg az embert, és utána kérdezték, és ezt végigjárta, rengeteg jegyzetet készített, az az érdekes, hogy magyar nyelven készítette a jegyzeteit, de arab betűkkel leírva, hogy ne tudják elolvasni, ne tudják értelmezni. Lekötözte a kezét, meg a lábát néha, hogy ne üsse a ritmust, ugye, mert a muszlimoknál nem szokás, amikor zene van. Túlélte az egyik legdurvább sivatagi szelet és forróságot, megmarta a skorpió, azt is túlélte, hihetetlen figura, és egy igen komoly anyaggal megrakodva jelképesen érkezett vissza Európába. Az más kérdés, hogy Magyarországnak nem kellettek az információk, és rögtön Angliába ment, ott kiadta, és hát többen ezért nagyon érdekes, és ezt még kevesebben tudják, hogy Vámbéri Ármint ott Közép-Ázsiában valójában árulónak tartják, mert ő, hogy kiszolgáltatott adatokat a hívai kánságról, ezáltal Oroszországhoz visszakerültek az információk, és pillanatok alatt elfoglalták azt a hívai kánságot, ami ugye számukra bevehetetlennek bizonyult. Másik cél, mondja Gruber László, hogy elhozzuk ezt a csodálatos világot Magyarországra a képekkel, hogy kedvet csináljuk arra, bátran induljanak útnak. Ez nagyon nem jó, hogy vannak ilyen előítéletek egyes országokkal szemben, de ugye Iránt említettem ott is. Tehát ezt nem szabad így felfogni. És egy viszont biztos, hogy nagyon alaposan körül kell járni azt az országot, a kultúráját, a viselkedési szabályokat, ahová az ember elmegy. Tehát természetes, hogy én egy muszlim országba nem combközépig érő rövidnadrágba megyek, ugye, és betartom az ottani előírásokat, ugyanúgy az étkezésben, az alkoholfogyasztásban is például.